2021-ben szinte minden hétre jutott embercsempészek miatt indult büntetőper a Tolna megyei bíróságokra. De nem csak emiatt volt különlegesen sok dolguk a bíráknak, hanem azért is, mert sokan szegték meg a koronavírushoz kapcsolódó szabályokat. Erről beszél dr. Csullag Józsefné, a szekszárdi törvényszék elnöke a csütörtöki sajtótájékoztatóján. Az eljárási cselekmények időszerű teljesítését gátolta a bírák, az igazságügyi alkalmazottak, a felek, a képviselők, az eljárásban közreműködő egyéb személyek koronavírus fertőzöttsége és karantén kötelezettsége. A sajtótájékoztatón dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke arról beszélt, hogy az egy éven belül befejezett ügyek száma közel 7%-kal nőtt az egy évvel korábbi adathoz képest. Ráadásul a Tolna megyei bírák elsőfokú döntéseinek 78%-a azonnal jogerőre emelkedett, vagyis azokat az érintett felek közül senki nem vitatta. A növekvő érkezés számot a befejezések száma is követte, sőt azt meghaladta, hiszen a befejezések száma így a teljes törvényszék tevékenységére vetítve 11,2%-os volt, ez is meghaladta az országos átlagot. A Tolna megyei bíróságokon tavaly 37 millió forint értékben fejlesztettek, mások mellett felújították a Paksi járás bíróság épületének homlokzatát, és informatikai beruházásokra is jutott a pénzből.